kezdődik az Egyenes beszéd, 2023-ban az első, és mi már egy picit itt el is kezdtük. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban Lendvai Ildikót, az MSZP volt elnökét, és Komlódi Gábor ügyvédet. Jó estét! Hát kezdjük a kormány.hu mai posztjával. Azt írták, ugye az imént idéztük is, amíg Magyarország sikeres, nem sodródik bele a háborúba, megvédi magát a bevándorlástól, nő a gazdasága, bővítjük a családtámogatási rendszert és visszaállítjuk a 13. havi nyugdíjat, marad a brüsszeli toporzékolás. No, legyen ez a felütés, aztán majd egyébként beszélünk arról is, hogy nő a gazdaság vagy nem, mert hogy a pénzügyminisztérium közben kijött egy előrejelzéssel, egy 4 évessel, na de először nézzük ezt a brüsszeli toporzékolást. Mit gondolnak erről a posztról? Engem roppant módon megnyugtatott ez a tulajdonképpen egy mondat, ha jól számolom, egy mondatos felsorolás, hogy most eláruljam a kedves nézőknek, itt az elején épp arról beszéltünk, hogy nekem ez kimaradt, nem néztem meg a kormány.hu-n ezt, de megnyugodtam, mert egész évben ezt fogom hallani. Benne van a kormánypropaganda két szokásos eleme, a nálunk minden jól megy, a másik elem meg Brüsszel pedig toporzsékol, mert nyilván irigykedik a mi csodálatos helyzetünkre. Azért persze ezt a keserű és rossz humort félretéve, az nem jó, hogy tudom előre, hogy egész évben ezt fogjuk hallani, mert egyébként a tavalyi év éppen lehetett volna, sokatnak lett is a ráébredés éve. Az igazság nem pillanata, hanem egész esztendeje, ellenzéknek is volt mire ráébrednie, a kormánynak meg arra, hogy az a gazdaságpolitika, amit eddig folytatott, hát az gyakorlatilag nem folytatható, a propaganda ezek szerint viszont annál inkább. Igen, hát nincs új a nap alatt, tehát azért ezt szerintem bármelyikünk nagyobb összegben is mert volna fogadni arra, hogy ez az év folytatjuk mondattal fog folytatódni, mint ahogyan korábban is tették. Talán Trump volt az első a világban, sőt nem talán egészen biztos, aki az emberiségnek bemutatta, hogy milyen az, amikor ugyan nem hazudik egy politikus, de bármit bele bír mondani a világban, amiről azt gondolja, hogy egyébként az tökéletesen függetlenül annak a valóságtartalmától, vagy egyáltalán attól, hogy annak milyen szerepe van a társadalom, vagy egyáltalán bármihez. Ha abból ő azt gondolja, hogy politikus hasznot tud rövid vagy hosszú távon kovácsolni, akkor ezt be fogja mondani mindenféle szemrebelés nélkül. Hát ott nem tudták az amerikaiak, és nem tudták a világ, hogy mi ezt már 10 éve tapasztaljuk ebben az országban, ez működik egyébként. Ha tetszik, ez egy ilyen mondás? Ugye azt mondja, amíg Magyarország sikeres. Hát nem azt kérdezem, hogy mitől sikeres a miniszterelnök szerint. Önök szerint mitől sikeres? Ugye nincs itt, nem tudjuk megkérdezni. De mi ennek a mutatója, hogy azt mondhatjuk, hogy na, ez egy sikeres ország? Azt tudnám, hogy mi lehetne objektíve a mutatója, de annak mi egyiknek sem felelünk meg. Objektíve lehetne, ha valaki azt akarja pusztán a gazdasági adatokkal mérni, ott is egyre nagyobb baj van. Én szívesebben veszem, vagy olvasom az olyan felméréseket, amelyek hát úgynevezett boldogságmutatókat mérnek. Tehát, hogy az életünk mennyire elviselhető, mennyire komfortos, mennyire biztonságos. Hát, hogy mi hogy gondoljuk. Igen, pontosan, hát hiszen értünk van a gazdaság is, és ebben Magyarország különösen pocsék helyet szokott az Európai Unión belül elfoglalni. Ha az elégedettségen nem, a gazdasági eredményeken nem, akkor esetleg lehetne még mérni egy ország, pontosabban egy ország kormányának elfogadottságán, nemzetközi megítélésén is. Ennyire izolált, elszigetelt magyar kormány, hát nem tudom, mikor volt utoljára. Hát a kormány szerint azért sikeres nyilván, majd én mondom a kormány oldalát, mert nő a gazdaság, recessziót sem jósolnak jövőre, 1,5%-os növekedést jósolnak, nőttek a bérek, az inflációt jövőre megfelezik, 15%, ami persze nem lesz a fele, mert akkor 30-an kellene lennie. Igen. Tehát nagyon sok mindent mond a kormány, a gazdaság stabil lábakon áll, a vállalkozások segítséget kapnak, mi kapjuk átlagfogyasztás alatt a legolcsóbb gáz, ezt az egész Európai Unióban, ettől sikeres ez az ország.
Szerintem, hát persze ezt mondják, örülök neki, hogy Ildikó mondta ezt a hogyan érezzük magunkat, illetve hogy a boldogság az miként csapódik le a társadalom, mert valóban így van, hogy teljesen mindegy, hogy milyen objektív mérőszámok vannak, hogyha mi a társadalom tagjai úgy érezzük magunkat. Azonban szerintem a kormány egyetlen egy szempontot mérlegel akkor, hogy sikeres vagy sem, az pedig az, hogy megnyerte a választást. Ebből a szempontból egyébként a Fidesz sikeres, tehát félreértés ne essék, ő magát sikeresnek tartja, az egy másik kérdés, hogy, hogy ő egyfelől nem az ország, így van, másfelől pedig ezek, amiket ők mondanak, azért azt látjuk, hogy mivel terveztek az év elején a költségvetés elkészítések, amelyet a tavaly év elején, látjuk, hogy milyen fajta korrigálásra szorult egyébként egész évben, látjuk azt, hogy nem csak a jelentés a jövőt tudják úgy interpretálni, amit egyébként csak ők értenek, úgy és senki más sem, hanem a múltat is, például, hogyha már itt az energiaárakról, hogy bármi másról beszélünk, akkor azt mondták, hogy a Magyarországon a háborús infláció eredménye ez, és ezt elfelejti Orbán Viktor, hogy úgy tűnik, mintha azt gondolná, hogy mi is elfelejtjük, hogy ezt már a háborút megelőzően megemelkedtek ezek az árak. Tehát nem csak a jelenre és a jövőre nézve tudnak alternatív valóságot produkálni, ami egyébként hanem a múltra is, ami egyébként semmi másról nem szól, kizárólag arról, hogy ők magukat sikeresnek tartják abban, hogy megnyerték a választást, és ez a céljuk. Igazadban viszont, és ha az kizárólag annak a szűk kormányelitnek a szempontjait nézem, akkor annyiban tényleg sikeresek, hogy ez a blödli propaganda, ez még ahhoz elég hatást vált ki, hogy az ő uralmukat semmiképpen se veszélyeztesse, ők meg ráolvasással gyógyítanak. Szoktam ilyenkor mondani, hogy volt egy öreg fogorvos bácsim, aki mindig azt mondta nekem, ha fájt, amit csinált éppen, hogy nem fáj, azaz maga csak úgy érzi. Most elmagyarázzák nekünk, hogy valójában nincs baj, csak mi úgy érezzük. Persze azért ők maguk is éreznek valamit. A sikerpropaganda mögött, hát itt-ott kihallatszik még kormány oldalról is a csatazaj, ez korábban nem volt jellemző. Nem csak a csatazaj, hát itt van, amit én említettem, a pénzügyminisztérium ellentés. Hát például most már nem csak Matolcsi mondja. Összefügg, így van, a következő évre egyenesen azt mondja a pénzügyminisztérium, hogy a legkeményebb év lesz, a legrosszabb, a legnyomorúságosabb év lesz a magyarok számára 2023. Tehát amíg Magyarország sikeres, tehát hogy egy napon belül jön ez a két információ. Igen, egyre inkább, bocsánat, széttartó ez a kommunikáció, mert azért vannak egyen-ketten mondjuk pénzügyminisztériumi közgazdászok, akik nyilván a szakmai becsületük romjait azért nem akarják már odadobni, bocsánat. Szerintem meg pont egymást kiegészítő, hogy egymást erősítő ez a két mondás. Tehát, hogy jó rendőr, rossz rendőr, vagy talán az sem, igaz az mondó inkább, rendőr és sőt, hazudó sőt, rendőr. Sokkal inkább azt mondom, hogy annak ellenére, hogy látjuk, hogy milyen gazdasági helyzet van, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ezek a brüsszeliek csak topognak ott magukba, és egyébként alkalmatlanak, mint toporzékonak. Sőt, tudjuk azt is, hogy micsoda korrupció van náluk, és még ha ők beszélnek arról, hogy nálunk pedig meg alig van, és egyébként pedig a háború is micsoda eredményeket hoz, ennek ellenére mi sikeresek leszünk, mert meg tudjuk őrizni. Mert azt, tehát hogy is mondjam, van egy... Nyilvánvalóan a költségvetés arról szól, hogy milyen értékek mentén hogyan osztom el azt a pénzt, amit tőlünk elvesznek ilyen-olyan jogcímen. Értelemszerűen valamennyi pénz van. Ha én kitűzök egy célt, ha én azt mondom, hogy akkor ez a legegyszerűbb dolog a világon, ugye éveleje van, fogadalmakat lehet tenni. Ha én azt fogom kitűzni, hogy száraz januárt és februárt tartok, de igazából ez alatt azt értem, hogy nem fog locsolni ebbe a két hónapban, akkor nagyon nagyot nem vállaltam, de elértem a célomat. Tehát, hogyha ők azt a célt kitűzik, és azt tartják majd sikernek, hogy ebben az évben majd lesz 13. havi nyugdíj, de egyébként nem emelkedik a pedagógusok bére, egyébként a szociális háló olyan, amilyen, egyébként az egészségügy úgy működik, ahogyan nem működik, és még hosszasan soroltam, akkor látszólag a kommunikációban el tudják mondani, legalább a saját hívüknek, hogy ők megmondták, hogy sikeresek lesznek a sok nehézségben. Igen, bocsánat, de hát ugye pont az év végén jött ki, hogy csak Bulgáriában keresnek nálunk rosszabbul, hogy nagyjából, sőt nem nagyjából, hanem teljesen leköröztek minket a régióban lévő országok. Nálunk van a legnagyobb infláció, most már nem csak az élelmiszer tekintetében, hanem úgy ámlok, nálunk van a legnagyobb infláció. Akkor mégis csak az a kérdés, hogy mit gondolnak majd az emberek, hogy jaj, hát mindenhol ilyen rossz, mert háború van, és mindenek a szankciók az okai, vagy hát vannak nehézségek, de mégsem lehet összehasonlítani az ittenivel, mert mégiscsak alacsony nálunk a rezsi. Azt gondolom, hogy egyre kevesebben mondják azt, hogy nálunk alacsony a rezsi, mert ugye legutóbb kiderült, már nem tudom melyik intézet fölméréseként, hogy nem 25%-ot érint GKI az a bizony. 60 fölötti. Igen, hanem 60 fölött, tehát a magyar családok többségét, vagy a magyar háztartások többségét akárhogy számolom. Még azt se hiszem, hogy ebben a kinyílt világban nem tudják, hogy a szomszédos országokban van infláció, de mondjuk fele ennyi.
annál is inkább tudják, hogy oda mennek vásárolni most már lassan, ha aki meg tudja tenni. Azt hiszem, hogy más tartja életben ezt a kormányt, és nagyon tanulságos az ellenzék számára is, az, hogy ilyen nehéz helyzetben még inkább nő az emberek érthető és jogos biztonságvágya. Félnek mindenfajta bizonytalantól és változástól. Magyarán paradox módon, épp egy fiatal kutató elemzésében olvastam most, minél rosszabb, lehet, hogy a kormánynak annál jobb, mert sokan annál inkább kapaszkodnak, nem az egész ország, de a fele, ebben az egyetlen biztos pontban, hogy Orbán örök. Hát de ez meg akkor az ellenzék hibája, hogy nincsen egy másik biztos pont, mert régebben mindig azt mondták a kutatók, hogy a magyar ember az olyan, hogyha elmegy szavazni, akkor addig oda szavaz, amíg a pénztárcáján azt érzi, hogy jó, hát azért nem olyan rossz. Ez most elmúlt, de hát a Fidesznek még mindig óriási a támogatottsága, és az is kérdéses, hogy mit éreznek az emberek, mert pont az ünnepek előtt a Publikusnak volt egy felmérés az ástopokról, hogy az emberek nagy része ugye már találkozott áru hiánnyal. Na de hát a cukor nem az szerint van a boltokban, hogy milyen szavazó vásárolja meg, mégis egy fideszes szavazó, milyen érdekes, mindig talál cukrot a boltban, az ellenzéki meg nem. Ez ki a kutatás. Legalábbis a köztévének nyilatkozó, legalábbis ezt fogja mondani. Igen, szóval szerintem nagyon jól működik a kommunikáció, nagyon eléri azt a szavazó bázist, azt a törzsbázist, akit a Fidesz meg akart magának tartani. Van egy nagyon kedves barátom, aki azt vagy szoktunk néha politizálni, és ő azt mondta, hogy a Fidesznek mindig ezt mondta az elmúlt egy-két éve, két dolga van. Az egyik az, hogy megtartsa azt a egy másfél két hát teljesen mindegy, hát mennyi szavazótam ki rászavaz, illetve megossza az ellenzéket megfelelő módon. Egy hete azt mondta nekem, hogy most már csak egy dolga van a Fidesznek, hogy azokat megtartja, az ellenzék dolgában már rendben vagyunk. Tehát, hogy azt akarom csak ebből kihozni, hogy az az esélye ennek az országnak, és benne nekünk is, hogy az ellenzék, és nem az az összefogózni, nem tudom ma még megmondani, hogy meg tud-e erősödni valamelyik párt, hogy valamelyik párt összefogás olyanná, hogy egymaga le tudja győzni a Fideszt. Most nem tudom meg százalékokban megmondani, tehát hogyha a Fidesz le tud menni 20-ra, és valamelyik 22-re, hogy egyszerű legyen a matematika, akkor van rá megoldás, hogy van esélyünk, mert most az tényleg látszik, hogy a Fidesznek semmi egy eszeágban nincs engem meggyőzni. Látszik ez az összes politikusnak a kommunikációján, látszik ezen a, ma már itt a szünetben beszélgetünk, az aranybullának a feldobásán, látszik az, hogy vallásturizmus csinálnak 6 milliárdért, tehát nem minket akarnak meggyőzni, azt a magot akarják megtartani. Nagyon nagy a lecke az ellenzéknek a kezében, vagy az ellenzéknek erre az évre, és az, hogy itt láttuk, hogy a bejátszóban, hogy elindultak a pedagógusok, és Szombatra idejének Pestre, én ez ilyen kezdeményezésekkel kapcsolatosan én nagyon. Arról is beszélünk még, de akkor még maradjunk egy picit az ellenzéknél, hogy már ez így bejött, nem beszéltük meg, hogy erről is fogunk beszélni, de akkor mi az a lecke az ellenzéknek, amit meg kellene oldani, és meg tudja oldani az ellenzék. Van egy párt az MSZP, ami továbbra is összefogásról beszél, majd jön ma nem sokára Komját Imre, és fogom erről is kérdezni. Csak így lehet, a többi párt meg mintha nem annyira beszélne most erről, korainak tartják, a DK egyenesen egy rossz, kudarcos történetnek nevezte az összefogást. Ő a legnagyobb ellenzéki párt, most 19% körül is mérik már, viszont sok politológus meg azt mondja, hogy az a plafon, mert Gyurcsány Ferenc elutasítottsága miatt nem lesz nagyobb, és akkor van 5-6 nagyon pici párt, akár mikropártnak is nevezhetjük őket, és ott van a DK. Azt nem tudom megmondani, hogy hol a plafon mondjuk a DK-nak, természetesen senki nem tudja, gondolom. Nem, ez most nyilván a beszélgetésünk tárgya, de azt egy picit másképp látom, te arra utaltál, hogy hát még nem tudhatjuk, hogy egy párt ki tud-e emelkedni. Szerintem egyelőre nem ott tartunk, hogy ebben a túltagolt, azt kell mondanom, ellenzéki mezőnyben egyetlen párt ki tudna szerintem úgy emelkedni, hogy az összes ellenzéki szavazót plusz kormánypárti meg sehova se szavazókat is magához vonza, de nem biztos, hogy ebben igazam van. Egyben viszont azt hiszem igazam van, ami ki nem derül, hogy egy együttműködéses modell a mostani párt szerkezetben, vagy egy párt kiemelkedése a sikeres út, addig életben kell tartani az egymással való mondjuk így normális kapcsolatokat, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet versenyezni, és főleg nem azt jelenti, hogy az önkormányzati választásokon nem kell valamilyen együttműködés félét kialakítani, hiszen egymás ellen ott nem indulhatunk. 2023 egyébként épp annak az éve, hogy a helyes stratégia ebben kiegecesedjen, hogy itt most egy
együttműködéssel, szándékosan nem hívom összefogásnak, ha sokan nem szeretik ezt a szót, nekem nincs vele bajom különösebben. Út a jó, vagy egy tömbösödő, tehát hogy nem hat párt, de azért két-három pólus látszik, vagy egy párt kiemelkedése. Addig viszont egyetlen hidat sem szabad lerombolni, mert az önkormányzati választásnál még tuti, hogy valamilyen összhangra, összeműködésre szükség lesz, és vannak az ellenzéknek lehetőségei, bocsánat, csak egyet mondok, ami azért engem is optimizmussal tölt el, amellett, hogy égnek a belső ellenállás tüzei, ahogy te mondtad. Soha még nem volt ilyen kitartó ellenállási mozgalom, ilyen sok hónapig rendszerváltás óta, mint most a pedagógusoké, de amellett én látok más esélyt is. Ennyiben az uniós föltételek segítségünkre vannak. Nem azt mondom, hogy csodát tesznek, de az ellenzék ezzel a segítséggel tudhatja a korlátokat tágítani. Kiharcolhat, ez a te szakmád a jogállamiság, egy-két lépés legalább a jogállamiság irányába. Ha nem volna foglalt a szó, akkor azt mondanám, hogy ebben a tekintetben 23 lehet a kordonbontás éve. De hogy tudja ezt az ellenzék kiharcolni? Hát, hogy folyton minden olyan ügyet szóvá tesz, hogyha például az intézmények alibizni kezdenek, hogy sürgeti az igazságszolgáltatásnak azt a reformját, amit így most már két oldalról sürgetünk, és mivel pénz van ott, de hogyha sürgeti, akkor majd a kormány megcsinálja, vagy akkor majd változik? Muszáj lesz neki, mert pénzt akar. Szerintem a kormány azt csinálja meg, az én véleményem, hogy amire azt érzi, hogy a társadalom rá akarja kényszeríteni. Erre és jó az ellenzék is. Hát oké, csak nekem van egy rögeszmém, ami nekem egy fájó pont, ami sok szempontból egy ilyen állatorvosi ló, az pedig a magánnyugdíj pénztárunknak a 11-12 évvel ezelőtti megszüntetése. Akkor azt ígérte Selmeci Gabriel, a nyugdíj megvédési szenátorasszony, hogy ebből mindegyikünk nevére szóló saját számlánk lesz. Ez nincsen. És az, hogy ez csak nekem bogaram, az azért fáj nekem, mert valószínűleg az ellenzéki politikusok sokkal okosabbak és sokkal jobban tudják ezt, mint én. De az, hogy nem jönnek ezzel elő, ez valószínűleg azért, mert azt gondolják és azt mérik, vagy azt látják, hogy a társadalomban erre nincsen rezonálás. Hogyha egy társadalomban pedig arra nincsen rezonálás, hogy mi lesz az ő nyugdíjas éveikkel, hogy mi fog történni vele, ki fog róla gondoskodni akkor, amikor már nem tud dolgozni, akkor az nagyon nagy probléma. Az nagyon nagy gond, és szerintem ennek a kormánynak az egyik legnagyobb bűne az, hogy egy évtizedet pazarolt el arra ilyen műanyag, mézes mázzal leöntött elmebetegsége, amiket közül kitaláltak maguknak Hidenbertől egészen mostanáig, amikkel ideologizálták az egész mesevilágukat, és valóban ezekkel a problémákkal pedig nem foglalkoztak, és ezért mi nem érezzük problémának. Igen, de most a kormánynak kell rezonálnia, hogy vagy kap pénzt az ország, vagy nem, és az neki is veszélyes, és azért két oldalról a még maradék talán létező társadalmi nyomás és Brüsszel, ha az ellenzék szakemberei ezt jól kihasználják, akkor ebben hozhat bizonyos korláttágítás, úgyhogy hadd legyek már optimista, az abszolút, Isten áldjon abszolút, meg. Mind a ketten érintették, és akkor még az utolsó percekben beszéljünk erről a bizonyos tudásmenetről, ami nagyjából az éhségmenet mintájára elindult ma reggel. Nem voltak sokan. Nem. Ildikó azt mondta, hogy nagyon kitartóak a pedagógusok, és hogy bízik benne, hogy sikerül valamit elérni. Valóban el lehet, vagy át lehet ütni ezt a zingerküszöböt valahogy, mert a kormányét? A kormányét tényleg ebben őszintén hiszek, ez csak és kizárólag akkor lehet, hogyha van olyan társadalmi támogatottság bármi mellett, ami miatt ő azt érzi, hogy most jobb tüzet oltani, jobb pacifikálni azt a területet. Mert az orvosoknak azonnal sikerült, ki is vették most a rendeletből. Így van, igen, nagyon erős volt ott az összefog, valóban így van. Szerintem nem a legjobb az időzítés, tehát ez egy január 2-a, tényleg mindenki ilyen beigli kómából magához térve, talán nem biztos, hogy a legjobb az időzítés, de nem akarom őket kritizálni, mert én itt ülök ebben a meleg stúdióban, abban a székben. Gábor, a következő héten csinálták volna, de lehet, hogy én vagyok a rossz indulatokor, az lett volna, hogy jaj, hát a pedagógusok nem akarnak dolgozni, most van szünet, miért nem most tüntetnek? Persze, azért mondom, hogy mindenben lehet. Valószínűleg ez lett volna. Csak ugye az volt a felütés, hogy kevesen van, aki megpróbáltam erre valamilyen megoldást találni, vagy az ördög ügyvédje lenni, nem tudom, én nagyon bízom benne, hogy ahogy én tettem ugye a karácsony ünnephöz kapcsolódóan, ők is meghíznak, mire megérkeznek Budapestre, és jó sokan lesznek. Itt nem ott kell sokan lenni, ez nem is várható, ahol napi 30 kilométert kell megtenni. Én sem vállalkoznék napi 30 kilométer megtevésére, még ezek a résztvevők is, ahogy kiderült, 50-en felüliek tekintve a pedagógus társadalom életkori átlagát. Az nem baj, hogy ott nem sokan vannak. Legyenek sokan,
akik a menet miatt értesülnek arról, hogy ez az ellenállás még létezik. Köszönöm szépen. Ezzel folytatjuk egyébként, mert Skype-on kapcsoljuk az egyik résztvevőt. Köszönöm szépen. Köszönöm.